Sziasztok, Szabina vagyok. Azért jöttem, hogy átalakítsanak. Szabinának természetesen göndörhaja van, mit láthatunk. Panaszkodott, hogy nem gödörik olyan szépen a haja, de kiderült, hogy nagyon rég volt vágva, amikor szeptemberben, úgyhogy kicsit átvágtuk a végeit. Természetesen egy ilyen göndörformára vágtuk. Ez azt jelenti, hogy olyan maga forma, ami támogatja ugye az ő kis göndör kincseit. Vágtunk a végéből, nem szeretett volna rövid hajat. A színét sem szeretett volna változtatni, viszont egy picit fakó volt, ami jellemző azért a göndörhajakra, hiszen szárazabbak az átlagosnál. Ezért egy ilyen fénykoncentrátummal bemostuk a haját. Igazából ez olyan, hogy egy színező, csak annyi, hogy magát a színét nem változtatja, csak a fényét, ezáltal ugye egy ilyen egészségesebb hatáskát. Átvágtuk ugye a végét, és most egy ilyen gyűrűzős technikával, ami egy ilyen nagyon ősi fodrász technika, átgyűrűzöm az egész haját, majd megszárítom tárcsával, és a végén pedig sütővassal egy picit átsütjük, fel fogjuk tűzni valószínűleg, amíg kisminkelik, és akkor a végén valószínűleg a helyszínen majd az egészet szétszedjük és szétrázzuk. És nagyon szép, gyönyörű, egységes göndörtincseket fogunk kapni, ha minden jól megy. Délután az embernek mindig száraz a bőre, úgyhogy mindig ügyeljünk arra, hogy az arcápolásra helyezzünk hangsúlyt, használjunk bőrradírt és erősen hidratáljuk a bőrünket. A mostani sminket a MAC márkának a jeans kiadása ihlette, tehát a farmer kék szem, azt tettem a szemhéjra, a szájon narancs szín van, ezáltal ugye egy kicsit ez a denim stílus, picit nőies, picit szexis, és tulajdonképpen a szájfény is egy picit ezt a szexi vonalat erősíti.